Tiszavasváriban közel százan vallják magukat Ruszinnak. A nemzetiség összetartása és a hagyományok ápolása érdekében rendszeresen összejöveteleket tartanak a településen. A napokban tartott Ruszin napra a sportért felelős államtitkár is ellátogatott. Simicskó István köszöntőjében hangsúlyozta, örömmel tért vissza a szülővárosába. A Ruszin nap pedig azért fontos, mert mert én görögkatolikus katolikus vallású vagyok, és tudjuk, hogy minden ruszin katolikus, tehát nagy valószínűséggel a ruszin gyökerek is egyértelműek a Simicskó névből is, ez mind adja magát, úgyhogy fontos, hogy ezeket az értékeket megmentsük, ezeket a hagyományokat fölmutassuk, és hát a ruszinság és a magyarság együttélése az, az példaértékű. A görögkatolikus vallás hagyományait és sajátos népi kultúrájukat őrző magyarországi ruszinok számát egyenlőre nem tudni. A népszámlálás felvételénél az egyházra, tehát a vallásra és a nemzetiségre vonatkozóan nem volt kötelező nyilatkozni, és ezt nyilvánvaló nem töltötték ki. Tehát pillanatnyilag hogy hogy állunk, meg pillanatnyilag mi van, még nem tudjuk, hiszen nincsenek feldolgozva az adatok. A Tiszavasváriban tartott Ruszin napra mintegy száz főt hívtak meg, akik Ruszin nemzeti ételeket többek között káposztás paszújt is kóstolhattak. A helyi múzeumban pedig Ruszin, valamint görög-katolikus kiállítással várták az érdeklődőket.